Eszenyi Enikő, Csenger szülötte, 4 évvel ezelőtt hozta létre azt az alkotóműhelyt, ahol hazai és határon túli fiatal művészek ismerkedhetnek a színházi és filmes szakmatitkaival. A szombatesti programban a beszélgetést megelőzően 2 fiatal tehetség, Kovács Alíz és Horn Barta Csengele, Bársony Spirál című kisfilmjével mutatkozott be, amelyből fotokiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A Csengeri Alkotóközpont abban az iskolaépületben talált otthonra, amelyben egykor Eszenyi Enikő kezdte a tanulmányait. A Csak azért jött létre, mert határon innen és túl olyan fiatalok érkeznek ide, akik művészek lesznek, lehet képzőművész, filmes, színész, bármilyen alkotó, zenész, akikkel itt együtt dolgozunk egy workshop sorozat keretén belül. Különböző tanárok jönnek, akik van íróiskolánk például az idén, vagy a filmesek most mondjuk forgatnak. Én reggel 7:30-ig ma forgattam. A filmbemutatót követő beszélgetésen Eszenyi Enikőt Gilice Márta, a Vígszínház művésze kérdezte színházi és filmes szerepeiről, rendezéseiről és az Európa Színésze díjról is, amelyet a művész júliusban, Skopjéban a Nemzetközi Filmfesztiválon vehetett át. Ezt a díjat már mint több mint 20 éve alapították, és mindig egy művész kapja meg. Kapta a Comédie Française igazgatója, kapta a Bulandra színház, ez Romániában van igazgatója. Szóval színházi alkotók, költők, írók, színészek, színházi alkotók, tulajdonképpen ez olyan, mint egy életműdíj. Az alkotóműhelybe a közönség is belepillanthatott, és számos kísérő rendezvénynek is részese lehetett. Az elmúlt napokban fellépett többek között Pogány Judit, Nagy Sándor és Kis Tibi, de a fesztivál ideje alatt szerveztek könyvbemutatót és kiállítást is.